Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, talán még emlékeznek rá, hogy az elmúlt esztendőben valamikor bemutattam önöknek egy rendkívül népszerű, gyönyörűséges ifjú hölgyet, aki akkor nyerte meg az Exatlon 2021-es versenyét, tehát az női győztesünket, aki székesfehérvári kötődésekkel rendelkezik. Szente Grétáról van szó, és most itt van velünk újra, tekintve, hogy ebben az esztendőben pedig megrendezték az Exatlon All-Star-t, ahol szintén ő diadalmaskodott, méghozzá fantasztikus versenyben. Aki ezt végignézte, az azt hiszem, hogy nem csalódott, ha Székesfehérvár és szereti az extrém sportokat. Tehát vendégem Szente Gréta, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást. És gratulálunk mindenkinek, aki részt vett ebben a versenyben, hiszen bár van győztes, de én azt gondolom, hogy itt mindenki győztes. Igen. Fiúk, lányok egyaránt. Nos, hát 71 adás után vagyunk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos volt ez a számodra. Erre visszatérünk természetesen, de egy kicsit, aki nem látta az előző beszélgetésünket, ismerkedjünk meg, hiszen kevesen tudják, hogy már első osztályosan megkezdted a versenytáncot, ami azt hiszem, hogy koordinációs szempontból az mindenképpen fontos. Hogy emlékezel erre az időszakra? Hát nagyon boldogan tekintek erre az időszakra vissza, mert nagyon szerettem táncolni, és azóta is nagyon szeretem ezt a vonalat űzni, és nagyon megalapozta az életemet abból a szempontból, hogy a szemléletmódomon nagyon sokat változtatott. Tényleg már kiskoromban belecsöppentem a sportba, és abba, hogy minden nap valahova járok, és tartozom valahova, és hogy igenis, ha valamilyen célt kitűzök magamnak, akkor azt meg kell csinálni, és el kell érni. Úgyhogy ez volt az alapja szerintem mindennek. Így van, mint ahogy a további sportpályafutásodnak is, hiszen kevesen tudják, nem is tudom, hogy a szinkronkori, én nem azt mondom, hogy kevésbé népszerű, de speciális sportág nyilvánvaló, és tehát székesfehérváriaként 6 évig ugye szinkronkorisztál, eljutottál a válogatottig, remek versenyeken nagyszerű eredményeket értél el. A szinkronkoriból mit tudtál áthozni a későbbi időszakra? Azt gondolom, hogy a legnagyobb tudás, amit ott kaptam, az a csapatban való működés, csapatban való munka, mert versenytáncosként ugye igazából csak egy partnerem volt, és magamra koncentráltam, viszont szinkronkocsijában 16-an vagyunk a jégen, és összhangban kell lennünk, figyelnünk kell minden egyes rezdülésére a másiknak, és segítenünk kell a másikat, és talán tényleg ezt a csapatjátékos nézőpontot sikerült elsajátítanom ott a leginkább, meg a kitartást. Igen, tehát a kitartás és a szorgalom az rendkívül fontos. Ha kézen fogva jár, akkor azt hiszem, hogy a sportban és a valóságos életben is nagyon fontos. Uh-huh. Te szorgalmas is voltál? Én nagyon. Nagyon? Én világéletemben törekedtem mindig a legeslegjobbra, minél többet tettem érte, elképesztően kitartó vagyok, szorgalmas, céltudatos, ezeket most már így tudom magamról, hogy ezek pozitív jellemzők, és tudom magam mellé állítani őket, hogy ez valóban én vagyok, és talán ez az, ami leginkább a sikereket hozza nálam. De ráadásul akkor tudatos, ez meghozta a tudatosságot is, amire nagy szükséged volt, hiszen telek is diák lettél. És azért a telekinek rangja van bizonyos értelemben. Nyilván készültél már a következő időszakodra is. Uh-huh. Milyen volt telekis diáknak lenni? Hiszen általában a lányok a humán tárgyakat kedvelik jobban, mondom én, hát általánosítottam, igen, ami nem szép dolog. De te viszont a reál tárgyakból voltál nagyon-nagyon jó. Igen, én igazából minden tantárgyat szerettem, szóval én voltam az a diák, aki mindenben megtalálta azt, hogy tetszik neki valami egy tárgyban, és valahogy mégis inkább a matekos irány vitt el, és ezért mentem utána később a Corvinusra pénzügyi és számvitel szakra, mert nagyon szerettem számolni, most is nagyon szeretek, és átlátni ezeket a dolgokat, hogy hogyan is működnek. Ugye 2019-et írtunk, abba hagytad már a szinkronkorit, ez nyilvánvaló, és teljes egészében az egyetemnek szentelted a mindennapjaidat. Aztán ugye pénzügy számvitelt választottál, de ez is egy kivételes út. Volt terved arra, hogy ezzel a diplomával mit kezdesz? Csodálkoznék, ha nem lett volna. Igen, valóban volt. Én könyvelőnek indultam.
vagyis hát amikor jelentkeztem az egyetemre, akkor még nem volt meg ez az út, de tudtam, hogy ez a szak tetszeni fog, és a számvitel irány tetszett, vagyis hát igazából azt preferáltam a pénzügyel szemben, és akkor gondoltam arra, hogy jó, ez a könyvelés, ez tetszeni fog. És én még most is ezen az úton járok, hogy ezt szeretném befejezni valójában. De időközben megszerezted a fitness instruktori diplomát, ezt használod? Igen, igen. Ez most már mondhatom, hogy a hétköznapjaim részévé vált, mert személyedzőként és csoportos óraadóként dolgozok jelenleg, vagy hát most nem, de amikor nem az Exatlonban vagyok, akkor Pesten, és igazából ez a szenvedélyem, hogy tényleg ami a mozgással kapcsolatos, én is az, hogy át tudom adni ezt a tudást, amivel én rendelkezem az embereknek, és megszeretetni velük a mozgást, ez nekem most nagy szívügyem. Most nyilvánvaló, hogy 2021-ben és az idén is passziválnod kellett az egyetemen, de folytatod, gondolom. Igen, én. Igen, természetesen. Jó, rendben. Exatlon. Nézted az előző adásokat, tehát a régebbieket? Első évadot sem néztem, második évadot sem. Amikor a saját évadomra jelentkeztem, igazából akkor néztem meg egy pár videót, hogy valójában miről is szól a műsor, mert akkor is úgy kerültem oda, hogy azt mondták, hogy nekem ez valószínűleg menne, meg tetszene, és hogy próbáljam ki magam. Úgyhogy nekem nagyon nem volt tapasztalatom abban, hogy miről szól, de a videók alapján nagyon megtetszett, és a harmadik évadban ezért jelentkeztem. Jelentkeztél, és vártad a meghívót. Mit érez valaki, aki tudja, hogy kellően felkészült ahhoz, hogy megállja a helyét egyik oldalról, egy olyan világba csöppenhet be, hát azért Dominika nem itt van, ami azt hiszem, hogy minden fiatal álma bizonyos értelemben, független attól, hogy milyen megmérettetés vár rá ott. Mit gondoltál akkor? Elképesztően lelkes voltam, és hát nagyon reménykedtem abban, hogy én valóban azok közé, szerencsés emberek közé fog tartozni, akik majd szerepelnek a műsorban, és nem is az a része, hogy magában a műsorban szerepeljek, hanem hogy tényleg távol legyek Magyarországtól, és kipróbáljam, hogy milyen érzés az, hogy egyedül csak magamra számíthatok, és meg kell állnom a helyemet egy teljesen új közegben. Ráadásul ugye ez a verseny része, ami a mindennapjainkat kitölti ott az Exatlonban, az is nagyon-nagyon vonzott, úgyhogy nekem ez egy ilyen olyan érzés volt, az a várakozás, hogy egy örökké valóságnak tűnt, hogy vajon én kijutok-e, de mégis amikor felhívtak és mondták, hogy én megyek, akkor az egy ilyen megkönnyebbülés, és ugyanakkor egy kicsit tartottam is tőle. Nagyon fontos, amit mondasz, mert én azt gondolom, hogy ahogy megismertünk itt, akár ebből a néhány gondolatsorból is, azt látszik, hogy te rendkívül határozott személyiség vagy. Ugyanakkor ez segít abban, hogy beilleszkedj egy teljesen ismeretlen közegben? Hogyan segít? Szerintem abban hasznos, hogy nyíltan tudom közölni, hogy mik az én határaim, fel tudom állítani azokat a határokat, amiket én úgy gondolom, hogy nekem kényelmesek, és meg tudom határozni azt, hogy miből engedek, és miből nem. Tisztázom ezeket azokkal, akikkel kint együtt élek, vagy nyilván a közeggel, ahova bekerülök, viszont ez a határozottság abból a szempontból nem annyira jó, hogy ezért sok mindenben kell alkalmazkodni és engedni, és sokszor ez nehéz tud lenni. Miként lehet az extremitásokat megszokni? Hiszen az a hétköznapi élettől borzasztóan távol áll. Nem csak a távolság miatt, az új közeg miatt, az új csapat miatt. Ez azt hiszem, hogy egy kemény feladat. Őszintén én nem éreztem annyira keménynek, mert én nagyon jól tudok ezekhez alkalmazkodni. Én tényleg nagyon puritán körülmények között is tudok élni, mondjuk a faházban, vagy tényleg nagyon sok időt kibírok normális étel nélkül, mert tudom, hogy van egy fő célom, van egy álom, amiért küzdök, és annak képes vagyok alárendelni nagyon sok mindent, úgyhogy én nagyon könnyen meg tudom szokni ezeket a nehézségeket, amik adódnak. Voltak nehéz pillanataid ettől függetlenül? Voltak. Nyilvánvaló. Nem volt olyan nagyon kiemelkedő, amire úgy emlékszem, hogy az nagyon levitt volna, de ilyen szakaszok voltak. Ugye itt egyik oldalról ott van a csapat, de nyilvánvaló, hogy mindenkinek az a célja, hogy bejusson az egyéni küzdelmekbe, és hogy győzzön. Ezt hogyan lehet megélni? Hogyan lehet erre készülni? Hiszen a csapatért nyilván mindent meg kell tenni, és ez fontos.
Hát ugye volt egy évad tapasztalatom, és azt gondoltam, hogy erre majd én már teljesen jól fel tudok majd készülni erre a következő évadra, de nem nagyon lehet. Szóval tényleg ott kint, amit tapasztalunk, azok alapján tudunk kint építkezni, úgyhogy itthon egyáltalán nem lehet készülni rá. Én végig az előző évadot is úgy játszottam, meg a mostanit is, hogy tényleg csak a csapat, és csak a csapatért küzdök, és majd, amikor az egyéni szakaszhoz érünk, akkor foglalkozok azzal, hogy nekem kell teljesítenem jól. Hogy készültél, megérkeztünk az idei évadhoz, hogy készültél erre? Hiszen az nyilvánvaló volt, hogy amikor meghirdették, akkor ott a helyed. Tehát az alapvetés, hogy a 2021-es bajnok ott legyen. Tehát már körülbelül tudtad, hogy hova vet a sors, azt is, hogy helyek közel milyen versenyszámok várnak rátok, hiszen azért volt 71 adás, tehát azért az nagyon-nagyon sok, nyilván nem mindet, de az alapvetéseket tudtad. Ők tudták készülni erre? Fizikálisan mindenképpen, mert tényleg minden nap edzettem, akár többször is gyakoroltam, és eszközökkel is dobáltam, mert igazából azon dől el kint mindig a verseny, hogy ki tudja hamarabb befejezni az eszközdobálós részt, az ügyességi részt, viszont azt gondoltam, hogy mentálisan is fel kell készülni, mert azért ez a játék 80%-ban utána a mentális felkészültségen tud eldőlni, és próbálkoztam itthon felkészüléssel, de végül nem kerestem szakembert, akivel tudtam volna erről beszélgetni és dolgozni, hanem úgy gondoltam, hogy nekem magamban kellett tisztáznom a dolgokat, és hogyha az első évadomban sikerült, akkor ebben is sikerülni fog, és majd igazából kint kell dolgoznom ezen is. A rutinát segített a hullámvölgyeken részben, és nyilván felkészülten érkeztél. Ugye 167 játék volt, kigyűjtöttem én, úgy megnéztem, 102 győzelmet arattál, 65 sikertelen játék, 3 medál, ez összesen 61,1%-at. Ez egy fantasztikus eredmény nyilvánvaló. Itt a kérdés, hogy nem is a győzelmeket kérdezem, hiszen előbb-utóbb, amikor a köznapi televíziónéző oda kapcsol, látja, akkor vagy szurkol valakinek, vagy ha már valakitől tudja, hogy általában győzni szokott, akkor azért megnézné a többit is. Mit gondoltál, volt-e olyan nehéz heted, amikor helye közel feladtad? Vagy továbbra is megvolt az önmagadba vetett hit? A hit az mindig megvolt, viszont sokszor nem láttam azt, hogy lesz jobb is. Emlékszem, volt egy olyan hetem valahol a közepén, amikor a kék lányok többen voltak, mint a pirosak, és ezért nagyon keveset futottunk minden egyes nap. Volt, hogy én napi egyet futottam minden nap, és azt elveszítettem. És olyankor nem láttam a kiutat ebből, azt éreztem, hogy örökké ez lesz, viszont az agyam tudta, hogy egyszer majd kijövünk ebből, hiszen hullámvölgyekből áll ez az egész játék, és tudom, hogy tavaly is volt ilyen, de valahogy amikor ott van az ember abban a pillanatban, hogy neki nem jött össze egy futam, és az volt az egyetlen lehetősége, akkor össze tud omlani, úgyhogy nekem mindig megvolt a hitem, hogy majd jobb lesz, csak néha nehéz volt belátni, hogy ez valóban jó lesz. Mit jelentenek az élmények ott? Hiszen mi a versenyt látjuk, és néhány bekúszik egy-egy olyan pillanat, amikor valami öröm, valami különlegeset kap valaki a teljesítményéért. Ez mit jelent? Hát egy óriási töltődés. Nekem alapvetően én mindenhol azt mondtam, hogy a versenynapok a legnagyobb élmények. Én nekem nem tudott unalmassá válni, nekem az, hogyha a csapat nyer, vagy hogyha én behúzok egy olyan pontot, ami nagyon fontos, akkor nekem az a legnagyobb élmény. De nyilván az is nagyon jó, amikor ki tudunk szakadni ezekből a versenynapokból, és el tudunk menni, és valóban megnézni azt, hogy hol is vagyunk, és egy picit kinyitni a szemünket, és rácsodálkozni arra, hogy ez egy gyönyörű hely. A váratlan helyzeteket hogy tudtad kezelni? Azért itt is voltak váratlan helyzetek, jó néhány. Az volt a tapasztalatom az előző évadban is, és most is, hogy mindenre fel kell készülni. Egy kicsit úgy kell élni kint a hétköznapokat, hogy nem számítani se túl jóra, de se túl rosszra, kicsit úgy középen megmaradni, és mindig nagyon, és mindenhez alkalmazkodni. És akkor talán, hogyha van egy meglepetés, akkor az mégsem érhet annyira váratlanul, mert az ember valamilyen szinten fel van rá készülve. A vendégekről hirtelen most eszembe jutott, hogy nemrégiben volt itt Gyenesei Leila, azután, hogy kint járt nálatok, ugye Monoki Lehel az új beszélgető társatok, műsorvezetőtök barátja, barátnője, és ő azt mondta, hogy ő is nagyon sok tapasztalattal gazdagodott, annál is inkább, hogy nem is gondolta volna, hogy ez mennyire természetes ez a történet. Hogy a verseny maga az extrém, az egyértelmű, hiszen extrém sportról van szó, ugyanakkor a hétköznapok azok azért helye közel ugyanolyanok.
Igen, abszolút. Tényleg minden nap le lehetne másolni az egyik napot a másikra, mert felkelünk, forgatunk, versenyzünk, és mindenkinek lesz egy napi rutinja egy idő után, hogy mikor eszik, hogy mit eszik, hogy ki kell ül le az asztalhoz, hogy melyik helyre ül az asztalnál, és tényleg nincs óránk bent, és nem tudjuk, hogy mennyi idő van, de mégis valahogy érezzük, hogy mikor mit kell csinálni, mert annyira be tud állni minden nap az a ritmus. De és nyilván felkészültetek erre. A csapat ilyenkor hogy alakul? Hiszen most ez egy olyan csapat volt, hogy csupa győztes. Uh-huh. Aki nyilván az előző évadokban is úgy volt, hogy mindenki győzni akart, de itt azért itt volt az elit. Én nagyon tartottam tőle az elején. Abból a szempontból, hogy én nem tudtam, hogy milyen versenyzők, hiszen nem futottam velük egy évadban, és nem tudtam, hogy milyen kvalitásokkal rendelkeznek, annak ellenére, hogy láttam róluk videókat. De én bennem volt egy félelem, hogy én nem fogom megállni a helyemet. És igazából azt láttam, hogy annak ellenére, hogy valaki a saját évadában nem teljesített annyira kiemelkedően, lehet, hogy ebben az évadban sokkal jobban teljesített, vagy fordítva. Úgyhogy ez megint csak egy meglepetés volt, hogy ki hogyan fog teljesíteni, hogyan fog csapatban dolgozni, kinek milyen a személyisége, mert ezek is nagyon sokat változtak. Az fontos, hogy és gyorsan kikristályosodik, hogy ki lesz a főnök, a csapatvezető, aki meghatározott bizonyos dolgokat, sorrendet az indulásban, akire hallgatsz, akivel tudsz beszélni az esetleges kudarcokról a sikerek után. Ez természetesen alakul ki? Igen, ez nagyon gyorsan kialakul, mert ugye nincsenek nagyon plusz ingerek, amik elvonnák a figyelmünket, ezért tényleg minden nagyon gyorsan történik, és én is hirtelen nagyon... Hát azt mondom, már egy-két hét után rájöttem arra, hogy kivel leszek jobban, ki lesz az, akitől tanácsot kérek, ki az, aki majd érzelmes percekben lesz jó, és mindenkiből kaptam egy kicsit, és tudtam, hogy kihez kell fordulnom. Ebből a szempontból is nem az volt, hogy egy emberrel beszélgettem a csapatban, hanem tényleg mindenkiben megtaláltam azt, ami engem történt tud, és és talán én is tudtam adni nekik minden egyes személynek magamból, ami esetleg tudta őket tölteni. Tehát ez közelebb hoz benneteket nyilvánvaló. És ugye te kihívó voltál, ezt már egyszer megkérdeztem tőled, nem is értem, hogy miért kihívó és miért nem bajnok, de mindegy. Milyen a kapcsolat általában a kihívók és a bajnokok között? Hűvös, aztán később, amikor összekerültök az utolsó etapban, akkor már talán javul, de általában én azt láttam, hogy azért megvan a távolságtartás. Uh-huh. Mi odakint nem is nagyon beszélgethetünk, nem vegyülhetünk bajnokok és kihívók, hogy megmaradjon ez a távolságtartás, és az, hogy le akarjuk győzni egymást, mert hogyha barátok, meg kialakítanánk barátságokat odakint, akkor nem tudnánk szerintem úgy egymás ellen küzdeni. Nyilván ez egy olyan évad volt, ahol már ismertük egymást, hiszen előző évadok versenyzői voltak, úgyhogy ez egy kicsit más felállás volt, de azért mindig úgy szokott lenni, hogy az évad elején kíváncsiak vagyunk, és minél többet szeretnénk beszélni a másik csapat tagjaival, hogy megismerjük őket. Aztán, ahogy telnek a hónapok, ez már annyira nem érdekel, és ilyen hátrébb kerül a prioritásban, és tényleg inkább csak a versenyre fókuszálunk, és engem már nem is érdekelt, hogy éppen azzal a bajnokkal mi van aznap, mert tényleg egy idő után tudom, hogy majd úgyis megismerem őket, találkozok velük odakint, és csak a verseny. És csak a verseny, nyilvánvaló. De hát nem csak verseny van, hanem barátságok is köttetnek, mondom én. Ugye remek barátságot ápoltál Papp Dorcival. Egyébként erről beszélgettünk, az Öreghegyi Közösségi Ház nem régiben volt a megnyitója, és ott a két portré kiállítás, Nánási Pál portré kiállítása van. Az egyik ugye a Lissák Laura volt, a táncos Lissák Laura, és a Papp Dorci fotói. És Nánási Pállal arról beszélgettünk, hogy milyen különleges, exakt teremtés a Dorci. És azzal, hogy helyek közel ugye megismerhettünk téged. Jószerűen nem gondolta volna senki, hogy ilyen szoros barátság alakul ki köztetek. Igen, igen, nagyon is, mert nekem sem volt szimpatikus Dorci, ha ezt most szabad így mondanom, mert nem néztem végig a saját évadát, de nekem volt egy képem róla, hogy ő milyen lehet. Viszont amint találkoztunk és többet elkezdtünk beszélgetni, én rájöttem, hogy valójában én bírom ezt a lányt, és szerintem jóban leszünk, mert tényleg mély beszélgetéseket is tudtunk folytatni, de együtt jól tudtunk hülyéskedni, és szerintem nagyon jól kiegészítettük egymást a játékban is, és szerintem kint is tartani fogjuk a kapcsolatot. Az előző verseny évadból is megmaradtak a barátaid?
Igen, igen. Akikkel utána elkezdtem barátkozni, és felvettem velük a kapcsolatot, azokkal még a mai napig is ápolom. No, és milyen hazajönni ennyi idő után, és egy ilyen siker után? Nagyon jó érzés. Azért az előző évadom után nem volt ennyire felemelő, és nem éreztem magam ilyen boldogan, mert azt éreztem, hogy befejezetlen, és még maradnék ott, és most kezdtem el belejönni. Viszont ez, hogy most már volt egy második évad, és úgy érzem, hogy ezzel most tényleg lezártam, és megkoronáztam az előzőt, most nagyon jó érzés ide hazatérni, és itthon lenni, és átélni azt, hogy itthon vártak, és szeretnek. Mi fogadott itthon? A családom. Ha nem tudok. A bulvárt hagyjuk, de általában... Hát... Óriási szeretet itthon. És milyen utóélete van ilyen? Tavaly az elmúlt esztendőben hogy történt az Exatlon győzelemnek? Hiszen nyilván akkor és abban a pillanatban ezt nem lehet lezárni, és nem is kell. Én nagyon sokat kellett ennek ülepednie bennem tavaly is, és idén is még azt érzem, hogy ahogy megyek különböző helyekre, ott tudatosul bennem valóban, hogy mi is történt, és hogy ennek még lesz tényleg utószele, mert akik velem szembe jönnek, mind megismernek és gratulálnak, és odakint, amíg kim voltam, ezt nem éreztem, hogy abban a pillanatban, amikor megnyertem a játékot, akkor úgy voltam vele, hogy na jó, nyertem egy futamot, jaj, de jó. Mert ugyanazok az emberek vettek körül, igazából nem kaptam külső visszajelzést, megerősítést abban, hogy tényleg én nyertem meg, és hogy ügyes vagyok, viszont most, hogy hazajöttem, mindenhonnan ezt kapom, és nagyon-nagyon jó érzés. Értem. Óvatosan is kell beszélni, ugye azt mondtam, hogy bulvárt kerüljük, most is kerüljük, de azért kétszer nyertél 15 millió forintot. Tehát ez 30. Megvannak a terveid, nem a pontos terveket szeretném, hogy mihez kezdesz? Igen, ez a kérdés mindig felmerül, és igen, tavaly is voltak már tervek az akkori nyereménnyel, viszont itt teljesen más a felállás, hogy kétszer annyi. Mindenképpen szeretném valami hasznos dologba befektetni, és én az előzőt sem herdáltam el, mert azért pénzügyi és számvitel szak valahol előjön. Egyértelmű, tehát a matematikus elme. Igen. Ezt mosolygósan is lehet mondani. Hogyan tovább? Hiszen ugye említetted, hogy a fitness instruktorként dolgozol, az egyetemet úgy szintén. Ezen felül milyen a közeljövőben, milyen terveid vannak? Valami saját vonalat szeretnék valójában elindítani ezzel az edzősködéssel kapcsolatban, hogy ne csak egy teremben tartsak órákat, hanem nekem is legyen egy saját oldalam, vagy tényleg valami olyan, ami az én nevemhez köthető, és az emberek bizalommal tudnak hozzám fordulni személyesen. Nyilván számtalan meghívásnak kell eleget tenned. Mi az, amit leggyakrabban kérdeznek tőled? Hiszen nyilván ez korosztálytól függ értelemszerűen, mert azért a népszerűség átka, hogy a fiatalabb korosztály szeret megszólítani. Melyek azok a kérdések, amelyekre különösen figyelsz, amikor válaszolnod kell? Leginkább ez a nyeremény szokott előjönni, hogy mire fogom költeni, mik a jövőbeli terveim. És a fiatalabb korosztálytól a leggyakoribb kérdés az, hogy a faház és a villa milyen távol van egymástól. Ez fontos kérdés? Igen, ez a legfontosabb. És milyen távol van egymástól? Mindig azt mondja, hogy 7-8 perc busszal. Igen? Tehát ez nem közel. Nem. Lesz-e utóélete ennek az Exatlon versenynek? Úgyhogy, tehát nyilván folytatódik, gondolom én, hiszen Monoki Lehel bevált, mint műsorvezető, és azt hiszem, hogy kellően népszerű volt ahhoz is, hogy ez folytatódjék. Mit gondolsz erről? Hát én nagyon remélem. Én nem tudom, hogy tudnám-e minden este nézni, mert azért nagyon hosszú a műsor. Átélni elképesztően jó, és azért remélem, hogy lesz folytatása, mert ezt nem szabadna ezt a tévéműsort szerintem abba hagyni, mert olyan értékeket képvisel, és olyanokat közvetít a gyerekeknek, és szerintem mindenkinek, hogy ebben nagyon sokat lehet tanulni. No, hát így a beszélgetésünk végén, ugye nem titok, rövidesen fogad Cserpakovics András polgármester úr téged, és nyilván megköszöni, hogy Székesfehérvárnak helyjel közel is hírét vitted, ilyen formában is. Mit kívánjunk neked a jövőben? Minden szépet és jót. Bővebben? Nyugalmat?
Hát azt még nem szeretnék. Most azt érzem, hogy nagyon pörgök, és nagyon sok mindenbe bele tudnék vágni egyszerre, mert nagyon sok tervem van. Úgyhogy talán az, hogy ezek a tervek ne csak tervek maradjanak a fejemben, hanem valahol majd valósuljanak is meg. Igen, hát nincs kétségem felőle, hogy így lesz, mert ugye azt mondják, hogy aki terveket mond, az csak eshetőségre gondol, de ez nálad bizonyosan nem lesz. Én azt kívánom, hogy valósítsd meg a terveidet, és köszönjük neked minden székesfehérvári nevében. Én köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Exaton All-Star győztese volt a vendégünk, Szente Grétával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!